Sziasztok, én Dezső Bence vagyok, iszom a kis kávémat, éppen szünetet tartom, most elég sok minden zajlik, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy amíg a kis szünetemet tartom, szeretnék csinálni nektek egy véleménykifejtős videót. Aki nagyon régi motoros, az szerintem most érzi, hogy ez mennyire retrónak számít, ilyen 3 éve voltak véleménykifejtős videók a magyar YouTube-on, illetve volt olyan videós, konkrétan emlékszem, aki véleménykifejtő volt, és ezzel foglalkozott, hogy minden videójában elmondta a véleményt egy dologról. És hogy ennyi. Most egy olyan témát hoztam nektek, amihez nagyon sokan hozzá tudtok szólni, és ti is el tudjátok mondani a véleményeteket, mert ezen az egész lényeg, hogy én elmondom a véleményem, és ti is, ezeket majd szépen elolvasom a komment részlegben. Voltam pár napja a Play-iten itt Budapesten, és érdemes volna tudni, hogy csak a budapesti Play-iteken jelentem eddig meg, és az utóbbi 2 évet kihagytam, ezért is akarom ezt a véleménykifejtő videót megcsinálni, mert nagyon sok minden változott szerintem. Az egész ott kezdődött nyilvánvalóan, hogy reggel elindultunk a Play-itre. Sziasztok, én Dezső Bence vagyok, és elkezdtünk a legújabb videómhoz, ez egy napi vlog lenne, indulunk a Play-itre, 2 éve nem voltam Play-iten, és most jelen leszek a budapesti Play-iten, az AX Microsoft színpadnál, az AX jó voltából, és remélem a Hung Expo-n lesz, nem kérdeztem meg, de ott szokott lenni. Eszeveszett gyorsasággal haladunk 50-nel. Hung Expo! Dick. Adunk 50 expo. És akkor vegye kezdetét a nap. Ahogy beértünk a Hung Expo-ra és bementem a rendezvényre, már láttam, hogy nagyon sokan vannak már akkor, tehát ilyen 11-12 órára mentem, és éreztem, hogy nagyon meleg van, és onnan már kapcsolt az agyam, hogy majd figyelni kell arra, hogy nehogy véletlen valaki rosszul legyen, mert sajnos az évek során rengeteg olyan eset volt arra, hogyha dedikálásra mész, akkor nagyon sokan körbeállnak, és elszívjátok úgymond egymással a levegőt, és hogyha nagyon meleg van, akkor valaki rosszul is lehet. Akár ez szerintem néhányatok tapasztalt, amikor elment dedikálásra, mert nem csak a videós lehet rosszul, hanem bárki, aki bent van úgymond az adott tömegben. Úgyhogy igyekeztem minél jobban mozgásban maradni, nagyon sokan jöttetek utána, és szólítottatok le, hogy csináljunk képet, ennek nagyon örültem, de igyekeztem azt kialakítani, hogy ne legyen folyamatosan egy nagy kör körülöttem, és akkor ott leállunk egy helybe, és akkor ott vagyunk egy órát, hanem mindig mozgunk és úgy csinálunk közös képeket. A rendezvényen kint volt az Oxo is, úgyhogy lehetett venni a Dezső Bence teát és megkóstolni. Nagyon sokan megkóstoltátok, egyszerűen le voltam döbbenve, hogy 5 méteres sornál kisebb nem volt az Oxo előtt, 6 órát voltam a rendezvényen, és a minimum 5 méteres sor mindig meg volt az Oxo előtt, és talán ez az a tea, sőt bőven ez az a tea, amire a legtöbb dicséretet kaptam, csak a rendezvényen 10-15 ember odajött hozzám 6 óra alatt, hogy nagyon-nagyon finom a teád, és ezt meg szeretném innen is köszönni, nagyon jól esik. Megkaptuk a lényeget, itt van előttem. Az AX-szal voltam kint a rendezvényen, az AX színpadnál voltam megtalálható, nagyon sokan jöttetek oda, ennek is nagyon örültem. Volt ott egy DJ, és akkor ő keverte a merőbbnél menőbb zenéket. És alapvetően jól éreztük magunkat, ez volt az egésznek a lényege. Odajöttetek, az AX-nál találkoztunk, voltak kihívások is egyébként. Az egész rendezvény alapvetően nekem tetszett volna, nagyon. Tehát nem azt mondom, nem tetszett, csak teljesen más volt így, mint amikor utoljára voltam, és kicsit más lett a véleményem az egész Play-tel kapcsolatban. Eszembe jutott, hogy miért is nem voltam Play-ten az utóbbi 2 évben, és teljesen másnak éreztem ezt az egészet. Nem azt mondom, hogy rossz, viszont a videósok. Nagyon-nagyon kevés videóst láttam a rendezvényen, valószínűleg azért, mert egy kis terembe be rakták őket, és akkor ott dedikáltak, és le volt a küve és sorok. Kígyóznak. Arra fele, és igazából ennyi volt az ő úgymond feladatuk, de régen emlékszem, mikor a legelső Play-temre mentem, az nagyon interaktív. A dedikáltunk, nagyon sokan körbeálltak. A kedvenc Play-tem az talán az volt, amikor volt egy OCTV-s stand, és az egész Play-nek a végén maradtak még pár százan, és leültünk mi a videósok a színpadra, és dumálgattunk a nézőket, tettek fel kérdéseket. Az bennem nagyon megmaradt, és az nagyon tetszett, viszont ez úgymond a közelében sem ért annak az egész ilyen kis személyes találkozónak a nézőkkel. Persze nagyon sokan odajöttetek hozzá és elbeszélgettem veletek, ami nekem nagyon jól esett, de valahogy nem olyan volt. Sem az izgalmi szint, nem voltunk annyira felpörögve, a nézők sem voltak annyira felpörögve, senkinél, nem csak nálam. Alapvetően az emberek, akik bent voltak, én már úgy láttam rajtuk, hogy
hogy nincs meg az a hype, ami pár éve volt az egész rendezvényem. Na már most miért mentem ki a Playit-re? Nyilvánvalóan az Axel mentem ki, és azért mondtam igent, hogy oké, mehetünk együtt simán, sőt szeretném, mert ugye volt így egy tematikája az egésznek. Ott van nekünk az Axe-színpad, felmehetünk a DJ mögé, zenéléshez, táncpárbaj, kihívások, odajönnek aláírás kép, és igazából ez így tök fun volt. De hogyha nem lettem volna ott az Axe-szal, akkor szerintem 1-2 óra után eljöttem volna, és nem azért, mert nem akarok a nézőimmel találkozni, hanem azért, mert tudjátok jól, hogy én mindig nem preferálom azt, hogy oda megyünk, és mint egy robot ledarálunk pár száz aláírást, és akkor eljövünk a helyszínről. Én nem azért videózok, hogy aláírjak nektek, közös képeket adjak, hanem azért, hogy szórakoztassalak titeket. És mivel nektek csinálom a videót, szeretem kikérni a véleményeteket, szeretek beszélni videókról veletek, szeretek beszélni olyan dolgokról, ami esetleg közös érdekeltségünk lehet, és megkérdezni, hogy mit szeretnétek, és hogy milyenek voltak a videók, mert alapvetően ti döntitek el azt, hogy olyan mit csinálnak, vagy nem, mert nektek készül. De a Playit-e legtöbbször az volt, hogy aláírás kép, és mentünk a dolgunkra, amit hát nem feltétlen tudok annyira élvezni. Pláne, hogyha meleg van, és nagyon sokan körbeállnak, és igazából néző szemszögéből nem nagyon tudom azt, hogy milyen lehet oda menni egy Playit-re a kedvenc videósodhoz. Nyilvánvalóan egyrészt nagyon jó érzés, mert végre láthatod őt, aláírás is kapsz tőle és közös képet, de nem tudom, hogy mennyire lehet jó az a nézőknek, hogy odamész, állsz körülbelül fél órát sorba, kapsz egy darab közös képet és egy aláírást, 15 másodperc alatt egy szót nem váltatok és mész tovább. Nekem ez videós szemszögből a nézőim felé egyrészt nem tetszik, nem interaktív, ezért szoktunk külön előadásokat tartani, külön dedikálásokat szervezni, mert akkor egy kicsit legalább interaktív az egész, mint például az Oxonál, amikor szokott lenni a találkozón, vagy saját előadásokat tartunk. Az Oxonál szerintem láttátok is nagyon sokan azt, hogy Plázában volt például egy dedikálás, és akkor eldumálgattam veletek, slime-ot dobáltunk már, hogy hoztak nekem ajándékba slime-ot, én inkább ezeket szeretem, és ki szeretném ezzel kapcsolatban kérni a véleményeteket így a videó végre, mert igazából ez csak egy nagyon hirtelen felindulásból készült videó, viszont úgy gondoltam, hogy kiadom magamból, mert nagyon sokan szerintem hozzászólnátok ehhez a témához, hogy ti hogy álltok ehhez hozzá, hogy kaptok pár kép aláírást, és akkor mentek igazából úgymond a dolgotokra, csúnyán megfogalmazva, illetve a Playit mennyiben változott szerintetek maga a rendezvény az utóbbi évekhez képest. Az utolsó két évhez nem tudok hozzászólni. Ja, ami megdöbbentem egyébként, hogy van olyan terem, ahova nem engednek be 16 éven aluliakat. Nem tudom, egy kicsit ezt én furának éreztem, mert bementem, és semmi olyan nem volt, amit ne láthatnának a kicsik, vagy bármi. Kedvencem az volt egyébként, amikor odajött hozzám egy gyerek, és azt mondta, hogy szia Dancsó Peti, kaphatok egy aláírást? Én meg így, üssek ő, persze, hogy kaphatsz. Kérdezte a menetemben a barátomat, aki igazából vitte engem autóval, és együtt mentünk, hogy és te is videós vagy? Aha, ki vagy? Dezső Bence. Hallottam már nevedet tőled is egy aláírást, és a barátom, aki nem is videózik, Dezső Benceként írt alá. Igazából ennyit van az a videó, köszönöm szépen az Axe-nak, hogy mehettem velük, illetve még sok rendezvényen részt fogunk venni, mert ez a féle módja az egész dolognak nekem tetszik, hogy zenélgettünk, táncpárbaj volt, sztorikat raktam ki, szerintem nagyon sokan láttátok, de most ti jöttök, a ti véleményetekre vagyok kíváncsi, írjátok le a komment részlegben, és találkozunk a következő videóban, ami egy teljesen másik videó lesz, ez ilyen rendhagyó volt. Remélem, hogy ez is tetszett, nyomjatok egy lájkot, hogyha igen, visszajelzésképpen, hogy tudjam felmérni. Sziasztok! I'm not afraid to